ezek is teljesen normális állapotúak, úgyhogy nem mutatják jelét annak, hogy éppen virágozni szeretnének. A fák egészen normális fejlődést mutatnak a vajdasági gyümölcsösökben a szokatlan idő ellenére. Extrém időjárás volt, van és lesz is, hol hideg, hol meleg rekordok dőlnek meg. Idén például az enyhe tél lepett meg bennünket. Az orgona bokornak a rügyei meg vannak dutadva, azt is láthatja, hogy a tulipán hajtásai megindultak, sőt hóvirágot is lehet már imitamot látni bizonyos helyeken, de a fásszárú növényeket ez az időjárás nem tudta becsapni, mivel ezeknek a gyökerei mélyebben vannak a talajba, és a talajnak ezek a mélyebb rétegei még nem melegedtek föl. A termelők elsősorban a csonthéjasokat, a kajszit, a medgyet és a cseresznyét féltik. Azok meleg hatására könnyebben kezdenek rügyezni. Ha ezután érkezik a fagy, tönkre teheti a termést. Egyelőre azonban nem tartunk itt. Ez a cseresznyefa, tehát cseresznyefánál. Itt azért látszik, hogy a rügyek duzzadtabbak valamelyest, de cseresznyénél ez egy jellemző cseresznyefára. A termelők szerint egy -10-15 Celsius fokos fagy sem okozhat károkat a gyümölcsökben, egy rendkívüli -25 Celsius fokos fagy ellen azonban már nincs védelem. A rendkívüli enyhe időjárásnak mégis akadnak negatív hatásai. A kártevők és kórokozók szokásos téli ritkulása csökkenhet, vagy akár el is maradhat. Ez a későbbiekben növelheti a védekezés költségeit.